Számoljunk együtt e társadalom önellátó erejét illetően. Ha egy harcosnak csak egy kardja, fokos a tőre, stb. Volt 4 kg súlyértékben, ehhez tegyünk még 100 darab nyílhegyet. Ha darabja csak 2 dekagram, akkor az csak nyílhegyben 2 kiló. Ha ezt a 6 kg-ot kivetítjük a magyar törzsek 100 000 harcosára, akkor ez 600 tonna vas acél csak fegyverben. Ennek a mindennapi szükséglet a többszöröse lehetett. Képzeljük el, milyen komoly ércbányászattal, kohászattal rendelkezett az akkori magyarság. Fejlett kereskedelmet bonyolított minden irányba.